Sorban állnak a gyerekek az ételért az egyik dunaújvárosi étteremben. A menü leves és csirkepörkölt volt, amely épp akkor került le a tűzhelyről. A szakácsok minden nap ehhez hasonló meleg étellel várják azokat a gyerekeket, akik részt vesznek az ingyenes nyári étkeztetésben. Igazából én csak egy hete vagyok itt, úgyhogy finomak. Miket ettél? Tésztát, pörkölt, krumplit, meg ilyesmiket. Otthon nem mindig van ebéd, ugye, hogy dolgoznak a szüleim, és akkor ilyenkor bejövök, nyugodtan megebédelek, és akkor a városban is eltölthetek pár percet. A gyerekek csakis ennek az ebédjegynek a felmutatásával kapják meg ebédjüket, amelyet az útkeresés segítő szolgálat oszt ki a jogosultaknak. Az étkezést helyileg a fészek tanétterem biztosítja, és magát az ebédjegynek a kiosztását, a lista összeállítását, azt pedig itt nálunk a gyermekjóléti szolgálat végzi. A szociális gyermekétkeztetést az állam támogatja, amelyre az önkormányzatoknak minden évben pályázniuk kell. Ezen Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata sikeresen szerepelt, így több mint 6 millió forint állami támogatást nyert. Ebből a forrásból a szünidőben is több száz rászoruló gyermek jut minden nap meleg ételhez. A mi esetünkben 300 főre magyarul a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők 30%-ára, azaz 300 ilyen kisgyerekre nyújthattunk be pályázatot. És nyertünk is, ugye, amelyet már a múltkori közgyűlésen bejelentettem. Balogh Zoltán miniszter úr ugye a napokban írta alá a támogatásról szóló határozatán. A mi esetünkben a város esetében 6,5 millió forintról beszélünk. Ez vissza nem térítendő támogatás és előfinanszírozott, amely annyit jelent, hogy egy összegben a város megfogja, vagy már talán meg is kapta. Ugyanakkor a pályázat egyik feltétele volt, hogy az ebédhez szükséges alapanyagok minimum 30%-át Dunaújváros 40 kilométeres körzetéből ős vagy kistermelőtől kell beszerezni. Tényleg helyi termelőtől tudjuk, ismerjük, ugye napi kapcsolatban vagyunk, és tényleg olyan zöldségeket, olyan minőséget, és ez is nagyon fontos, hogy a szezonalitás keretén belül, tehát mindig azokat a zöldségeket állítják össze a kollégák, ami tényleg így egészséges, hogy nem import, hanem tényleg hazai őstermelőtől származik. A nyári étkeztetés augusztus végéig tart. Azok a szülők, akiknek csemetéje rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a következő hetekben még igényelhetik az ingyenes étkeztetést. Mennyi van? 2 adag.